Károk a viharban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is számos riasztást kaptak a tűzoltók a hétvégén. Fokozott érdeklődés, jelentősen megnövekedett az agyhártya gyulladás elleni védőoltások iránti érdeklődés hazánkban. Felkészülés a télre, a szervezetek munkája kiemelten fontos az úgynevezett vörös kódriasztás esetén. A hétvégi szeles időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is munkát adott a tűzoltók munkatársainak. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Számos riasztást kaptak a katasztrófavédelem szakemberei leszakadt faágak és kidőlt fák által okozott károk miatt a hétvégén. Ezek az esetek többségében megrongált tetőszerkezetek és balesetet szenvedett vagy megrongált autók voltak. A szakemberek az erős szél miatt mindenképpen fokozott figyelemre intik az autósokat. A hétvégi időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak. A szeles időjárás elérte Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területét is, bár messze nem olyan mértékben, mint a dunántúli térséget. Az egyik legnagyobb baleset, amelyhez a tűzoltókat riasztották, a megyében Mátészalka közelében történt. Vasárnap az délelőtti órákban a 49-es számú főúton Mátészalka és Jármi között egy mozgó menet közben lévő gépkocsira egy fa dőlt. A szemből érkező jármű észlelte ezt, el akarta kerülni a balesetet, árokba csapódott, és a gépkocsi tetejére borult. Ebben a járműben négyen utaztak, ők sérültek meg, a Mátészalkai hivatásos tűzoltók vonultak a műszaki mentéshez, akik a járművet áramtalanították, illetve ugye a fát eltávolították erről a balesetet szenvedett gépkocsiról. Vasárnap az átvonuló viharos szél jellemzően az épületek tetőszerkezetét rongálta meg, és fák ágait törte le, amelyek az út mellett parkoló autókban sok esetben károkat okozott. Több útra borult fához is riasztották a tűzoltókat, nem csak Nyíregyháza területén. Például Záhonyban a vasúti pályaszakaszra borult a fa, ez az eltávolításig kisebb fennakadást okozott, illetve parkológépkocsikra, 5 darab parkológépkocsira dőlt Nyíregyházán a Szabadság téren egy nagyméretű fa. Tiszavasváriban telefonvezetékre szakadt egy faág, amelynek eltávolításán kellett, hogy dolgozzanak a kollégák. A szeles időjárás okozta balesetek elkerüléséért a szakemberek azt tanácsolják, ilyenkor ne parkoljunk fa alá, és a közutakon is fokozott figyelemmel közlekedjünk. Az elmúlt években jelentősen megnövekedett az agyhártya gyulladás elleni védőoltások iránti érdeklődés. A védettséghez 4 oltásra van szükség, amelynek darabja jelenleg 27 ezer forintba kerül. Magyarországon a legtöbb esetben a B és C típusú baktérium okoz súlyos gyulladást, ez az esetek 25%-ában halálos kimenetelű. Meningitis, az agyhártya gyulladás latin neve. Nagyon kevés információval rendelkezünk erről a fertőző betegségről, viszont évről évre egyre nagyobb az érdeklődés az ellene használt védőoltás iránt. Bár az köztudott, hogy az agyhártya gyulladás elleni védőoltás nem az olcsó védőoltások közé tartozik, az orvosok véleménye viszont az, hogy amennyiben lehetőség van rá, mindenféleképpen érdemes beadatni a gyermekeknek. Jelenleg a vakcina ára 27 ezer forint, és ebből 4 kell egy csecsemő teljes védettségéhez. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos, hogy felvegyék az emberek ezeket a védőoltásokat, hiszen az agyhártya gyulladás az egy nagyon veszélyes, potenciálisan halálos megbetegedés, aminek egy részét ugye a védőoltással ki lehetne küszöbölni. Az viszont nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy attól, hogy megkapja a védőoltást, még kaphat agyhártya gyulladást, hiszen nem csak ez az egyfajta baktérium, hanem más kórokozók is okozhatnak ilyen agyhártya gyulladást. A beadandó oltások száma 1-től 4-ig terjedhet, attól függően, hogy milyen életkorba adatjuk be, illetve milyen típusú agyhártya gyulladás elleni vakcinára van szükség a szervezetnek. Az oltóanyagnak a beadástól számítva 2 hétre van szüksége, hogy a megfelelő védettség kialakuljon, a hosszú távú védettséghez pedig emlékeztető oltásokra van szükség. Minden évben nehézséget jelent az oltóanyagok beszerzése a gyógyszertárak számára, de úgy tűnik, idén megoldódik ez a probléma. Az elmúlt hónapokban folyamatosan problémát jelentett az agyhártya gyulladás elleni védőoltás beszerzése. Szerencsére a nyár végén sikerült egy közeli lejáratos gyártási tétellel ezt a hiányt átmenetileg orvosolni, így az elmúlt 2 hónapban beszerezhetővé vált. Ezek a készítmények most fognak október végén lejárni. Legutóbbi információim szerint a nagykereskedők már sikerült beszerezni egy jó lejáratos
tételt, amelyek november elején forgalomba kerülnek. A fertőző agyhártyagyulladásnak leginkább a 25 éven aluliak vannak kitéve. Ezen belül is elsősorban a 0-tól 4 év közötti gyermekek a legveszélyeztetettebbek. Elkezdődött 25 szervezet felkészülése a hideg időre. Az érintettek közös krízis megbeszélést tartottak hétfő délután Nyíregyházán. Az ülés célja, hogy minden intézmény és egyesület aktívan tudjon segíteni az úgynevezett vörös kód esetén. Az egyeztetésen többek között a városüzemeltetés, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint rendvédelmi szervezetek képviselői vettek részt. Minden évben október végén tartanak egy koordinációs egyeztetést a szervezetek a Városházán, melynek során felkészülnek a várható téli időjárásra. A hétfői krízis megbeszélés során az úgynevezett vörös kódra készültek fel, amely egy szociális törvény módosítása után kerül most be a köztudatba. A szociális törvényben történt egy olyan módosítás, és ezzel kapcsolatban kormányzati intézkedések, miszerint az illetékes szociális miniszter vöröskód riasztást adhat ki 3 esetben. Jellemzően téli időszakban akkor, ha a hőmérséklet 10 fok, mínusz 10 fok alá süllyed, tehát attól kevesebb lesz, amennyiben jellemzően nyári hónapokban több napon keresztül a napi átlag hőmérséklet megszaladja 27 Celsius fokot, és van egy harmadik eset, amikor a meteorológiai szolgálat kettes típusú figyelmeztetési jelzést ad ki, tehát viharok, nagy esőzések és nagy szelek várhatóak. Ez bármikor előfordulhat az év bármelyik napján, napszakában. Vörös kód esetén a bentlakásos intézményeknek kötelező megnyitni a kapukat a nélkülözők előtt. A megbeszélésen kiemelték, nem csak a prevenció fontos, hanem az is, hogy felkészüljenek azokra a lehetőségekre, amikor bekövetkezik a baj. Például a rászorulókat el tudják látni megfelelő mennyiségű tüzelővel, élelmiszerrel vagy gyógyszerrel. Az elmúlt 3 év statisztikái alapján idén 5-10 fokozottan veszélyes napra számítanak a szakemberek. Ilyenkor és az év többi napján is működik egy 24 órás diszpécser szolgálat, amellyel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén élőknek tudnak segítséget nyújtani. Sőt, nem csak a megyeieknek, hanem az Észak-Alföldi régió teljes területére szól a diszpécser szolgálatnak a működési engedélye. Hát ezt néhány évvel ezelőtt a minisztérium így határozta meg. Azonban minden megyében működik úgynevezett krízis autószolgálat a hajléktalan ellátó intézmények mellett, és a diszpécser szolgálat őket mozgósítja a területről érkező hívás esetén, és ők teszik meg a szükséges intézkedéseket. Ahonnan a jelzés érkezik, annak a településnek ellátási kötelezettsége van, tehát az ott élő hajléktalanokat a saját intézményrendszerében kell segítenie. A rendszer célja, hogy mindenki helyben kapjon segítséget, ezért a diszpécser szolgálat a helyi önkormányzatokkal, polgárőrséggel és családsegítőkkel koordináltan dolgozik együtt. Soros György évi 1 millió bevándorlót akar Európába telepíteni, illetve le akarja bontani a határvédelmi kerítéseket, hangsúlyozta Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a legutóbbi Szabolcs megyei Nemzeti Konzultációs Fórum állomásán pénteken Ibrányban. Mint mondta, ezt visszautasítják, hiszen az államiság egyik alapja a határvédelem. A kvótarendszerről szólva a miniszter kiemelte, ennek sem jogi, sem technikai feltétele nem létezik. Sesták Miklós arra is kitért, a terv szerint minden bevándorló 9 millió forint állami segélyben részesülne, ami egyrészt az állampolgárokra nagy terhet róna, másrészt pedig a gazdaság fejlődésére is negatív hatással lenne. El lehet ezt képzelni, hogy ez milyen terhet jelent a bármely adózó állampolgára, és sokan azt is próbálják elemezni, hogy oké, honnan lenne pénz. Hát azt tudjuk, hogy Soros György egy nagyon jó bankár, és ő azt találta ki, hogy értelemszerűen majd hitelből ezt megfinanszírozzák az egyes országok, és jó kamattal megfelelő bankok ezt majd finanszírozni fogják. Azt gondolom, hogy ez önmagában is olyan terhet jelenthetne egy-egy országra, amely az adófizetői teherképesség határát súrolná. November 1-én Minden Szentek ünnepén változásokra számíthatnak a nyíregyházi északi temetőben. A témáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A Ferencváros elleni keddi kupa bravúr után nagy önbizalommal várta a következő idegenbeli NB2-es bajnokit a Kisvárda. Önbizalmukat pedig csak tovább növelhette, hogy 5 mérkőzés óta nem akadt ellenfél, aki bevette volna a kapujukat. Ezúttal Soroksáron léptek pályára.
Ötből ötödik hazai meccsét is megnyerte a Nyíregyháza Blue Sharks, ezúttal a Békés volt a cápák ellenfele a férfi kosárlabda NB1B-ben a Continental Arénában. A nyíregyháziak néha kissé akadozó játékkal, de végül magabiztosan arattak 83-73-as győzelmet. Közeledik november 1-e Minden Szentek ünnepe, ilyenkor jelentős forgalomra kell számítani a temetőknél. A nyíregyházi északi temetőben hosszított nyitvatartás és ingyenes parkolási lehetőség várja a látogatókat szerdán. A sírokat azonban nem mindenki a megemlékezés miatt keresi fel, ezért a bűncselekmények elkerülése végett fontos néhány szabályt és figyelmeztetést szem előtt tartani, hívja fel a rendőrség a lakosság figyelmét. A rendőrség és a bűnmegelőzési közösségi szolgálat diákai járőröznek a temetőben hétfőn délelőtt. Akárcsak az előző években a rendőrség és a polgárőrség most is nagy figyelmet fordít a temetőben látogató hozzátartozók biztonságára. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy senki ne hagyjon táskát és egyéb értéket a sírokon és a járművekben, ugyanis ez felkeltheti a tolvajok figyelmét. Minden Szentek alkalmával vagy ünnepén itt a rendőrség megerősített szolgálatot lát el. Egyenruhás, illetve civilruhás kollégákkal teljesítünk szolgálatot, illetve a közösségi szolgálatot ellátó diákok segítségével is tudjuk a jelenlétet fokozni. A közösségi szolgálatot ellátó diákok apró figyelmességet adnak át a temetőben látogatóknak, ez egy kis mécses, illetve a szórólapokon hívjuk fel a figyelmet a legfontosabbakra. Nem csak a rendőrség, de a temető vezetősége és munkatársai is készülnek a Minden Szentek ünnepére. Halottak napján rendkívüli nyitvatartás és közlekedési rend lép életbe a Nyíregyháza északi temető sírkertjében és környékén. Az idei évben 10-15 ezer látogatóra számítanak. Mint minden évben a Minden Szentek az az időszak, amikor a temetők látogatottsága megnő, így van az az északi temetőben, és erre, mint üzemeltetőnek a társaságunk rá kellett, hogy készüljön. Ez azt jelenti, hogy megnövekedett létszámmal, meghosszabbított ügyeleti nyitvatartási idővel állunk a temető látogatóknak a rendelkezésére. 7 órától este 8 óráig van nyitva a temető ezekben a napokban, ez a első évvel bezárólag így lesz. A keddi napon visszatérünk a reggel 7.30-tól 17 órási nyitvatartásig. Mind a szolgáltatóira, de mind pedig a gondnokság ügyeleti nyitvatartással áll a temető látogatók rendelkezésére. Bármilyen kérdésük van, akár sírkőipari tevékenységgel, akár sírhely megváltással, akár temetkezési kellékek vásárlásával kapcsolatosan. Ez azt jelenti, hogy a mai napon 5 óráig, kedden és szerdán pedig 6 óráig leszünk nyitva. Maga a temető reggel 7-től este 8 óráig tart nyitva. A parkolási rendről azt kell tudni, hogy elsőjén ingyenes a parkolás, viszont korlátozásokat kellett bevezetni, ideiglenes korlátozásokat. Ez azt jelenti, hogy reggel 7 órától 10 óráig lehet bejönni gépkocsival a temető területére, de 11 óráig el kell hagyni a temetőt. Az elmúlt évek gyakorlata mutatta azt, hogy ilyenkor olyan mértékű és nagy számú látogató van a temetőben, hogy még gyalogszerrel történő közlekedés is néha nehézségeket okoz. Bízom abban, hogy az időjárás, ha hideg is, de napos és esőmentes lesz ezekben a napokban. A jelentős forgalom ellenére is arra kérik a hozzátartozókat, figyeljenek egymásra. A Ferencváros elleni keddi kupa bravúr után nagy önbizalommal várta a következő idegenbeli NB2-es bajnokit a Kisvárda. Önbizalmukat pedig csak tovább növelhette, hogy 5 mérkőzés óta nem akadt ellenfél, aki bevette volna a kapujukat. Ezúttal azonban ellenfelükre találtak a Soroksárban. A mérkőzésen a Soroksár játszott végig fölényben. A 14. percben egy előre küldött labdával Lakatos lódult meg. Lefutotta Ízinget, aki csak loholt a soroksári csatár után. A Várda játékos hiába próbálta felszántani a pályát, hogy utolérje Lakatost, végül azonban csak kaszálnia sikerült, mégpedig a 16-oson belül, így Molnár játékvezető egyből befújta a büntetőt, Ízing pedig örülhetett, hogy sárgával megúszta az esetet. A labda mögé Tamási Zsolt állt oda, lövése azonban gyengére sikerült, mind erőben, mind helyezésben, Zöldesi pedig jól érezte az irányt, így hárítani tudott. A 42. percben ismét Lakatos kapott jó indítást, azonban Zöldesi nagyot védve szedte ki a jobb alsóba tartó labdát. Ha az egyik nem sikerült, akkor majd a másik, gondolhatták a Soroksár játékosai, amikor a 73. percben Molnár Attila másodszor mutatott a 11-es pontra. Ezúttal Zöldesi másolt a csapattársát, és buktatta hátulról büntetőt és sárgát érően a labdát jól fedező Fröhlichet.
Zöldesi azonban a korábbi védését is másolta, és bravúrral szedte ki Frölich félmagas lövését a bal sarokból, második 11-esét hárítva ezzel a mérkőzésen. Hiába alakított ki több helyzetet a Soroksár, a foci nagy igazsága érvényesült, miszerint a kihagyott lehetőségek megbosszulják magukat. Így is történt, hiszen a Kisvárda szerzett gólt. A 81. percben Lukasz továbbított Ilicshez, a Krigyáskóhoz játszotta tovább a labdát, ő pedig előbb átemelte azt a kapus felett, majd a hálóba húzta a játékszert. A góllal pedig a Kisvárda húzta be a mérkőzést, amely győzelmével tovább tapad a tabella élén álló MTK-ra. Igen, hát ezt megmondom őszintén, nagyon utálom ezt a szimpatikus vesztes szerepet, mert a múlt héten is ugyebár gratuláltak nekünk Zalaegerszegen, és azt gondolom, hogy ott is lehetett volna nyerni. Hát én is úgy gondolom, hogy többet tettünk a győzelemért, nyilván ma, úgyhogy én azt gondolom, hogy elveszítettünk 3 pontot. Nyilván a 11-es mind a kettő rúgó ki volt jelölve, tehát ugyanúgy gyakoroltuk tegnapi edzés után. Tehát mind a 3 játékos gyakorolta, mert 3 volt a Frölich, Tamás és az Albert volt kijelölve a 11-esre, úgyhogy ők így döntöttek, tegnap mind a 3 játékos, 5-ből 5-ig berúgott, ilyen a futball. Azt mondanám, a játékunk olyan volt, mint az időjárás. Sok hibával játszottunk, igazából azt mondom, hogy ezzel a mai mérkőzésen az ellenfelünk jobb volt, már pedig azért már csak abból kifolyólag is, hogy 2-11-est is sikerült kiharcolni nekik, de hát ezt nem tudták értékesíteni, és azt mondom, hogy így ezáltal volt szerencsénk a mai mérkőzésen, vagy mondhatjuk azt, hogy az Illés jól védett, de végül is az egyetlen lehetőségünk, ami volt, azt kihasználtuk, és ezzel meg tudtuk nyerni a találkozót, ami nagyon fontos volt számunkra, hogy ragadjunk ott az elején. Mindenképpen, de mondom, ez a mai játék, ez sok hibával, inkább küzdelem volt, mint futball, de hát mondjuk ilyen időjárásban nem is egyszerű futballozni. 5-ből 5. hazai meccsét is megnyerte a Nyíregyháza Blue Sharks, ezúttal a Békés volt a Cápák ellenfele a férfi kosárlabda NB1B-ben a Continental Arénában. A nyíregyháziak néha kisi akadozó játékkal, de végül magabiztosan arattak 83-73-as győzelmet. Csak a kispadon kezdett 2 meghatározó cápa, Czura Attila és Bús Iván a hazaiaknál a Békés ellen. Igaz, nem sérülés, és nem is az utóbbi időben nyújtott teljesítményük miatt száműzte őket Siska János a partvonalon kívülre. Csupán egy kis technikai malőr szólt közbe, hiszen az egyetemi főiskolás bajnokságban is szereplő játékosoknak az igazolása a másik csapatuknál maradt, és csak a kezdés után érkezett meg. Így is jól kezdett a nyíregyházi együttes, bár ez inkább csak a pontokban látszódott, a játékban nem mindig. Sikerült is meglépniük, és 21-17-re nyerniük az első negyedet. A játék a Békésnek sem ment, a triplák viszont igen, 5-3 pontossal is megszórták a nyíregyieket a második negyedben, így a szünetre már ők voltak 8 pontos előnyben. Mert lelopja a Békésiek indítását, a Nagy Krisztián is beleáll a 14-be, és az most már a helyén van. A harmadik etapban aztán Nagy Krisztián is megmutatta, hogy ők is tudnak 3-as dobni, illetve küzdeni is. A Blue Sharks ugyanis folyamatosan jött fel, majd a negyed végére ledolgozta a hátrányát is. Czura Attila is beleállt a triplákba, és ha már belejött, akkor vágott is 3-at gyorsan. 10 pontra is elléptek a cápák, és ugyan egyszer még visszajött a Békés 2-re, a végén mégis 10 lett a vége. 83-73-as győzelmével pedig zsinórban 5. győzelmét gyűjtötte be a Blue Sharks. Ami azt jelenti, hogy a Nyíregyháza Blue Sharks 83-73-ra győzte le a Békési SKS-e csapatát. Ugye itt a cingázónak a hiányát ugye pótolnunk kell, itt sokat kell zónáznunk, illetve Nagy Krisztiánbe 3 faltosot le kell cserélni. Ez ugye center poszton gyengének voltunk, ezért hullámzik mindig a játék. Mi hangzott el a szünetben, hiszen ott váratlanul nagy hátrányba került a csapat, köszönhetően annak, hogy a triplákat nem sikerült értékesítenie, még a Békés betalált távolról. Igen, így van. Semmi extrát nem mondtuk a fiúknak, megmondtuk, hogy biztos, hogy be fogjuk dobni, 12-ből 0-át nem fog még egyszer dobni, hiszen jól szoktunk kintről dobni, illetve összeadjuk a védekezést, ugye Kriszó vissza tudott jönni a pályára, és átjük venni a vezetés agresszió védekezéssel, ennyi történt. A Blue Sharksban most is remekelt Czura Attila, aki 27 pontig jutott. Örülök, hogy tudtam húzni az átlagomon, de ami az első és legfontosabb az, hogy nyertünk. Először nyerjünk, és utána majd az egyéni. Ugye nagy versenyben van, biztos figyeled a pont szerző listán Koma Dániel, aki talán most így megelőztél, számít ez? Igen, számít, mert azért szeretnék egy jó szezont zárni itt B csoportban most. Én szeretnék feljutni, és
igazából nem tudom pontosan, hogy Koma hány pontot dobott, de örülök, hogy többet dobtam azért. Annyira egyház a Blue Sharks győzelmével a negyedik helyen áll a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában. A hazai győzelmek sorozatát pénteken folytathatják a cápák, a HEP kupában a Tiszaújváros lesz a nyíregyháziak vendége a Continental Arénában. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A hétvégi szeles időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is munkát adott a tűzoltók munkatársainak. Számos riasztást kaptak a katasztrófavédelem szakemberei leszakadt faágak és kidőlt fák által okozott károk miatt a hétvégén. Ezek az esetek többségében megrongált tetőszerkezetek is balesetet szenvedett, vagy megrongált autók voltak. A szakemberek az erős szél miatt mindenképpen fokozott figyelemre intik az autósokat. Az elmúlt években jelentősen megnövekedett az agyhártya gyulladás elleni védőoltások iránti érdeklődés. A védettséghez 4 oltásra van szükség, amelynek darabja jelenleg 27 ezer forintba kerül. Magyarországon a legtöbb esetben a B és C típusú baktérium okoz súlyos gyulladást. Ez az esetek 25%-ában halálos kimenetelű. Elkezdődött 25 szervezet felkészülése a hideg időre. Az érintettek közös krízis megbeszélést tartottak hétfő délután Nyíregyházán. Az ülés célja, hogy minden intézmény és egyesület aktívan tudjon segíteni az úgynevezett vörös kód esetén. Az egyeztetésen többek között a városüzemeltetés, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint rendvédelmi szervezetek képviselői vettek részt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 30-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, az átvonult hidegfront mögött már szárazabb levegő érkezik fölénk, de továbbra is szeles marad az idő. Az előttünk álló éjszaka kevés lesz a felhő, csapadék már nem várható, az északnyugati szél időnként még megerősödik, reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, tehát továbbra is érdemes rétegesen és szélállóan öltözni. Délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony idő várható hosszabb, rövidebb napsütéssel. Az időnként erősebben megnövekvő felhőzetből csupán néhol fordulhat elő kisebb eső, zápor. Hajnalonként számítani lehet pára, illetve ködfoltok kialakulására. Az éjszakai órákban már több helyen fagypont alá süllyed a hőmérséklet, a szezon eddigi leghidegebb reggelére szerda reggel számíthatunk. A hét második felében kissé erősödik majd a nappali felmelegedés.